Tisztelt államtitkár úr, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim! 3,5 hónapja már, hogy ugyanebben a térben Hoppár Péter kormánybiztos úr és Gülşen Karanis Ekşioğlu nagykövet asszony jelenlétében bejelentettük az isztambuli Topkapi Szerályban őrzött Korvinák digitális verziójának közzététételét, és ma ismét fontos eredményekről számolhatunk be. Egyértelmű, hogy a Korvina könyvtár kódexei olyan tanúi és tanúság tételei a magyar kultúrának, amelyek ugyanúgy rezonálnak hazai és nemzetközi kontextusban. Ez a töredékeiben is fontos gyűjtemény nem csupán a magyar, hanem a nemzetközi humanizmus és reneszánsz kutatás egyik állandó jelentős forráscsoportja, valamint Magyarország egyik kulturális jelölője a világban, ezért nagyfokú szakmaisággal és korunk elvárásaihoz mérten kell ápolnunk. Az Országos Széchenyi Könyvtárban őrizzük a magyarországi humanizmus archívumát, azt a 37 Korvinát, amely Hunyadi Mátyás világhírű könyvtárát létesítette. A fénykorában, Mátyás uralkodásának utolsó éveiben több mint 2000 kötetes Korvina könyvtár 2005 óta szerepel az UNESCO világemlékezet listáján. E források közelében élni nem csak öröm és kiváltság, hanem felelősség is. A Nemzeti Könyvtár büszkén vállalt kötelessége, hogy hagyományos szolgáltatásain, kiállításain, nyílt napjain kívül az online térben, jó minőségben, megbízható adattartalommal ingyenesen tegye hozzáférhetővé több mint 10 milliós gyűjteményét, illetve a világban szétszóródott nemzeti kincseinket minden magyar számára éljen bárhol a világban, határainkon belül, a Kárpát-medencében vagy a diaszpórában. Digitalizáló műhelyünk immár évente 13 millió oldal digitalizálására képes, ezzel a kapacitással a legszűkebb nemzetközi élmezőnyben vagyunk. A bibliotéka Korvina Virtualis az idő ornamense, amellyel elérjük történelmünk meghatározó időszakát. Nagybecsű humanista örökségünk virtuális megjelenítője, a 2002-ben létrehozott Korvina honlap, a korvina.hu folytatása. A 2018-ban megújult szolgáltatás, a kódexek, illetve kisebb részben ősnyomtatványok teljes képi megjelenítésével láttatja a Korvina kutatás aktuális helyzetét, iránytű a téma kutatói számára világszerte. A virtuális Korvina oldalt böngészve biztonsággal állíthatjuk, hogy sikerült a Korvinák tartalmi és vizuális gazdagságához méltó virtuális teret alkotni, amelyben mindenki hozzáfér az érdeklődésének megfelelő információkhoz. Több évszázados elképzelés az, hogy a szétszóródott Korvinákat valamilyen formában sikerüljön újra összegyűjteni. Mátyás könyvtárának egytizede, körülbelül 200 kötet maradt fenn szerte a világban. Magyarországon kívül 14 ország 44 gyűjteménye őriz még Korvinákat. A külföldi őrzőgyűjtemények közül a Wolfenbütteli Herzog August Bibliotek járult hozzá elsőként ahhoz, hogy a náluk őrzött 9 Korvina teljes digitális másolata felkerülhessen a Korvina honlapra. Kultúránk érdekében a lehető legtöbb Korvinát szeretnénk elérhetővé tenni tartalomszolgáltatásunkban, ezért folyamatosan beszerezzük és elérhetővé tesszük azok digitális másolatait. 2022. májusában újraindított Korvina újraegyesítési projektünk keretében ez év májusáig összesen 46 Korvina digitális másolatát sikerült megszereznünk, valamint 19 már korábban beszerzett tétel közzétételéhez kaptunk engedélyt. Ma ennek a sajtótájékoztatónak a keretében 28 digitális Korvinát bocsátunk a nagy közönség rendelkezésére, jó minőségű képekkel, magyar és angol nyelvű adattartalommal. A kódexeket 8 ország, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Németország, Ausztria, Lengyelország és Csehország intézményei bocsátották rendelkezésünkre. Köszönöm dr. Zsupán Edinának, a Korvina projekt vezető kutatójának, a Korvina honlap főszerkesztőjének,
Kódex és Kódex töredék kutatócsoportunk tagjának, hogy felkutatja, összegyűjti és értelmezi a világban szétszóródott korvinákat. Köszönöm együttműködő partnereinknek, hogy lehetővé tették korvináik publikálását. Köszönöm a Digitális Bölcsészeti Központ munkatársainak, hogy technikai tudásukkal lehetővé teszik, hogy hiteles tartalmat állítsunk elő, és köszönöm minden további munkatársamnak, hogy segíti projektünket. Nem utolsó sorban pedig önöknek köszönöm, hogy eljöttek és megtisztelnek figyelmükkel. Kívánom, hogy sokszor legyen alkalmuk böngészni a korvina.hu csodálatos kincseit. Isten hozta önöket a Nemzet Könyvtárában. Köszönöm a figyelmüket.